Amen.
Krisztus, hallgass meg minket! Mennyi a jó Isten, én hallgass nekünk! Megváltott mi Úr Isten, én hallgass nekünk! Szent élek Úr Isten, én hallgass nekünk! Szent állam,
Tartsunk imád! Úrunk Isten, könyörülj rajtunk! Mert vétkeztünk ellened. Úrunk, mutasd meg nekünk kívánosságot. És ad meg nekünk az üdvösséget. Életet adnak, akik megtenni, gyógyulás az egész testében.
gonosztól tartsával áll. Ez az Isten hír. Istennek legyen hála. Oh.
Ezt pedig Istennek a tudása. Mert ha csupán
Azokat az értékeket, amelyek mentén érdemes
Ahol tennünk valamit,
és az utolsó két megtartul Szent István király megalapítja a csapádi egyházat. Ez a mi egyházunk. Közel 1000 évvel ezelőtt történt. Ezért tanulmányozva. Szent István király fontosnak tartotta azt, hogy ne csak az országnak a gazdasági felemelkedését, hanem erkölcsi, hitbeli felemelkedését is megalapozza. Éppen ezért több mint 10 egyházmegyét alapított. Ezek közé tartozik a mi egyházmegyénk, a családi, ma már Szeged családi egyházmegye is. Gondoskodott arról, hogy az egyházmegye évére püspököt nevezzen ki. Ki volt az egyházmegye első püspöke? Tudunk-e? Olyan püspökök, vagy érsekek, akiknek a bába egy-egy
hiszen Szent István azt a feladatot kapta a pápától, ezért nevezett apostoli királynak, hogy az evangélium hirdetője legyen hazánkban. Ő ennek a feladatnak tökéletesen elegette. És azt mondja, hogy amikor a professzor ezt kimondta, a órája kevélő közül, akik mind más nemzetiségek voltak, tudták, hogy kiről beszél a professzor, és őt, aki ott egyedül volt magyar, mindenki megkapcsolt. Milyen szép ez, amikor bárhol a nagyvilágban Szent Istvánról vannak, és mi magyarként ott jelen vagyunk, akkor megkapcsolt. Minket István kései utóait, hát kívánok mindjárt, hogy éljünk úgy, alakítsuk és rendezzük úgy az életünket, hogy ne az emberek, hanem majd egykor a Jóisten határozott úgy, hogy amikor előállunk, akkor elmondhassa, ti István népe vagytok, ti István fölgyéről jöttetek ide, és akkor hiszem azt, hogy megkapjuk azt a végső kapcsot az Istentől, ami majd az üdvösségünknek fogja szolgálni. Amen. Köszönöm, hogy megtaláltad!
maradj el az Úr kezedből az áldozatot, nevényen dicsérjétek és dicsőségének, mindannyiunk és az egész Anya Szentet táncolják. Azt a világot. Bocsássunk el szent
Thank you.
Oh.
szinte kifejezhetetlen, hogy micsoda erő van egy-egy közösségben. Olyan sokan vannak, különböző egyesületek, közösségek, idősektől kezdve a legfiatalabbak. Gratulálok ezekhez. Tartsanak össze, fogjanak össze, jöjjenek össze, mozduljanak ki, beszélgessenek egymással. Kívánok minket, dicsekedjenek, panaszkodjanak, örüljenek és sírjanak. Ez az élet tenyere. És ez az, ami mindannyiunkra erőt ad, mindannyiunkra terült. Köszönöm, hogy engem is mindig összejöveteleikben, ünnepeikben szeretettel meghívnak és megvédül áll. Jó látni az összetartozásokat, és jó látni azt, hogy a városnak lelket adnak. Én a város, én a közösség. Ne hagyjuk abba. A közösségekben van az erő. Köszönöm a családot, a szolgálatát, amit gyermekeink nevelésért, formálásáért tesznek. A Jóisten áldja meg őket a továbbiakban is ebben a szép szolgálatban. Köszönöm az egyházközségnek, az egyházközségi tagoknak, Józsi bácsinak, munkatársaknak, Zsébárnak, Rendőrnek, Attilának. Köszönöm az énekkarnak, Harmónia Egyesületnek. Köszönöm az egyháztagoknak a szolgálatát, munkáját. Sokszor, sok mindenről nem is tudom. Csak látom, hogy itt rend van, minden a helyén van, olyan szép lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy önzetlenül, sokszor láthatatlanul teszik a dolgokat. Jóisten fizesse meg mindenkinek. Köszönöm azokat a munkáját, amit a város és a templomot is erre a szép ünnepre előkészítették, ünnepőre örökszették. Közmunkásokat, sokszor talán nyomosan tekintünk rájuk, emberek. Emberek, ma reggel is korán kelnek, hogy láttam, hogy itt a templom előtt is löprögettek, szépen a tereket tisztálták a városokat. Milyen szép. Becsüljük meg, és tegyük észre azt, ami kezünk nyomán történik. És ha mégis azt látnánk, hogy valami hiányos, ha valami nem olyan, ami ennek szeretnénk látni, hát akkor a legyen is. Tegyük meg mi. Ne elvárjuk másoktól, hogy minden kedvünkre legyen. Hát ha valami látunk, hogy nem úgy van, akkor tegyük meg. Látunk egy eldobott üveget, egy eldobott cigarettát az utcán. Látható sok minden zavar. Szerintem ez engem sokkal jobban zavar az, ha emiatt panaszkodunk. Sokkal jobban zavar, mint ott az a szemét. Fogja meg, tegyen fel, és vigyem el a legközelebbi utcára. És már is tettem valamit a városért és a közösségért. Panaszkodással nem tudunk előre. De tettekkel, gesztusokkal előre haladunk a közösség. Hát ne feledkezzünk meg ezekről a gesztusokról. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a szentségével, most akkor fogadják a Jóisten áldását, szép ünneplés, kívánok mindannyiunknak, és szentségével tudják közben járását, családjaink, közösségeink, életüknek. Az Úr legyen veled, és a teremtett. Thank you.
Amen.